Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Az előadás címéből nem nagyon sokat lehetett kitalálni abból, hogy miről szól ez az előadás. A helyzet az, hogy nem véletlen, van benne egy kis szándékosság, szerettünk volna egy picit általánosan fogalmazni, mert egy olyan dolgot szeretnénk bemutatni nektek, ami eddig még viszonylag kevéssé publikus. Most megpróbáljuk minél jobban körüljárni. Az a helyzet, hogy hárman fogunk előadni. Ebből a háromból. Én a dolognak konkrétan ez egy ilyen szabad szoftver keretrendszer, amiről ez az előadás szól. Ennek a, a stratégiáját fogom nagyjából körüljárni. Van egy kollega, aki mintegy húsz éve oktatással foglalkozik, ő az oktatási területről fog beszélni, és van egy rendszergazda kollégám, aki meg mintegy 15 éve rendszereket adminisztrál, ő pedig konkrétan egy-egy terület bevezető ilyen kis mintáját fogja megmutatni. Először engedjétek meg, hogy egy picike coming út legyen itt az előadás elején. Sokan hallhattátok már, hogy alakult a Kim alatt egy szabad szoftver kompetencia központ. Arról viszont viszonylag keveset lehet tudni, hogy kik ezek az emberek, akik ezt alkotják és mit csinálnak. Ezt mondjuk maximum egy-kettő percben szeretném elmondani, hogy lehessen tudni, hogy egyáltalán kik vagyunk mi és miért beszélünk erről. Az a helyzet, hogy egy eko projekt elindult EU-s támogatással, amely lényegében azt az űrt próbálja betölteni, amely a hazai informatikában szerintünk nagyon-nagyon komolyan megvan, és ez az űr ez arról szól, hogy míg eddig az elmúlt húsz évben lényegében az informatika arról szólt, hogy megpróbáltunk a proprietary szoftverekre épített oktatás alapján felépíteni egy informatikát, és lényegében ez volt az elsődleges irányvonal szinte mindenhol, addig a világ egy kicsit más irányba is haladt, bizonyára tudjátok, hiszen a szabad szoftver konferencián vagytok, hogy van egy nagyon használható irány az informatikának, ezek a szabad szoftverek, amelyek a magyarországi oktatásban, a magyarországi állami, meg vállalati szektorban meglehetősen kevéssé vannak reprezentálva. Ez a kompetencia központ ez megpróbál egy ö, olyan irányvonalat meghatározni, hogy hogyan lehetne felhasználni a szabad szoftvereket elsősorban az elközigazgatásban, és egyébként ennek folyamányaként intézményeknél, vállalatoknál, és lényegében a vállalatok az, az kiterjeszthető oda is, hogy oktatás. A Kompetencia Központ az egy, egy viszonylag kis számú emberből álló csapat, konkrétan heten vagyunk. A hét ember mindannyian kipróbált, szabad szoftveresek. A csapatban van LibreOffice fejlesztő, van olyan oktató, aki szakmai oktatással foglalkozott az elmúlt évtizedekben, van olyan, aki rendszergazdai teendőket látott el, van aki felhasználó oktatással foglalkozott, van, aki honosítással. Ebből adódik egyébként, hogy mikkel foglalkozunk. Hogyha megnézitek, akkor az ECOP 1.2.15-re, hogyha rákerestek, akkor megtalálhatjátok azt a pályázatot, ami alapján elindult ez az egész projekt. És látszik az, hogy foglalkozunk honosítással, hogy két fontosabbat említsek. A kompetencia központunk honosítja Idestova egy bőfél éve a LibreOffice-t, illetve a Mozillát. Aztán foglalkozunk Ö, oktatási anyagok készítésével, ezek az anyagok, ezek jelenleg folyamatban van az elkészítésük, úgyhogy a közeljövőben fogjuk őket publikálni, mondjuk az elkövetkezendő hónapokban. Aztán foglalkozunk olyan oktatási anyagok készítésével, amelyek, hogy már konkrétan kicsit pontosabban belemenjek, amelyek rendszergazdák részére készülnek, és megpróbálják azt az űrt betölteni, amit a hazai felsőoktatás az nagyjából, üresen hagyott, és vannak olyan oktatási anyagaink, amik pedig felhasználói oktatási anyagok. Ha például egy szervezet beszeretné vezetni a LibreOffice-t, akkor annak szüksége lesz olyan anyagokra, amivel hatékonyan át tudja képezni, vagy ki tudja képezni a felhasználóit. Ezen kívül egyébként vannak olyan tevékenységeink, amiről most még viszonylag kevesebbet tudok mondani, néhány elég komoly fejlesztésünk van a közeljövőben elindítandó, amelyek úgy gondolom, hogy ha, ha sikeresen végigvisszük őket, akkor elég komoly uh, ismertséget fognak nekünk akár nemzetközileg is okozni. Ezt majd meglátjuk, amikor elkészült, akkor majd beszélünk róla. Most akkor konkrétan beszéljünk az előadás témájáról. Hát én most a szabad szoftverekkel kapcsolatban mondom el, de valójában lehetne általánosan fogalmazni az összes létező szoftvernél, hogyan választunk szoftvert, én nem tudom, hogy ti hogy csináljátok, szerintem mindenki vakargatja a fejét, amikor ezt a problémát meg kell fognia valahonnan. A legtöbben úgy választunk szoftvert, hogy kávézacból, vagy csirkecsontból megpróbáljuk kitalálni, hogy egy-egy feladatra mi lenne a legjobb. Azok a cégek, azok a fejlesztő cégek, akinek nagyon komoly marketing van, azok megtehetik azt, hogy meggyőzik a felhasználót tévéreklámokkal, konferenciákkal, ilyen olyan megoldásokkal, hogy ez a legtutibb, ezt vegyétek. A szabad szoftvereknél ez a módszer ugye nagyon kevéssé működik, hiszen a szabad szoftverek azok nem, nem jelentős, általában legalábbis nem jelentős bevétellel rendelkeznek, és így aztán a marketing költségvetésük is viszonylag szolid. Ebből adódik, hogy amikor az ember arra adja a fejét, hogy szabad szoftvereket szeretne használni, teszem azt például levelezést szeretné átállítani, akkor igen kellemetlen helyzetben van, főleg, hogyha olyan szakemberei vannak, akik eddig nem foglalkoztak szabad szoftverekkel, hát elég nehéz kitalálni, hogy vajon mit érdemes használni. Éppen ezért megpróbáltunk egy olyan irányt meghatározni, hogy azoknak az embereknek, azoknak a felhasználóknak, akik eddig nem foglalkoztak szabad szoftverekkel, azoknak segítsünk abban, hogy hogyan lehetne kiválasztani egy-egy informatikai területre egy olyan szoftvert, vagy egy-két olyan szoftvert, amelyek a lehető legjobb eséllyel megfelelően ki fogják szolgálni az ő, az ő elvárásaikat. A következő dolog az a helyzet, hogy én magam foglalkoztam rendszergazdai teendőkkel is az elmúlt évtizedben, de ugyanakkor foglalkoztam informatika biztonsággal, ennek kapcsán ismerkedtem meg a CC-vel, ez a Common Criteria nevű szabvány, aminek van egy kiváló része, ez pedig az, hogy a, a szoftvereknek a minőségét azt úgy próbálják meg megfelelő szinten tartani, hogy előírják, hogy a fejlesztőknek milyen energiát kell befektetni abba, hogy a szoftverük jó legyen. Lényegében van egy tervezési szakasz, ott megmondjuk, hogy mit szeretnénk csinálni, és onnantól kezdve elő van írva az, hogy a fejlesztőknek hogyan kell felhasználni a, a fejlesztőrendszereket, hogyan kell megtervezni, hogyan kell letesztelni a szoftvereiket, hogy az megfelelő legyen. Ez az irányvonal, ez nekem mindig is nagyon tetszett, és ebben az irányban megpróbáltunk lépni, úgy nagyjából két évvel ezelőtt volt a, az annak idején még létező, most nem tudom pontosan, hogy most hogy van ez, de létezett egy MN2 nevű projekt Magyarországon, amely az FSF.hu alapítványjal karöltve elindította ezt a maszat nevű projektet, ami annak idején lényegében az Ozarnak a, a, a magyarországi leszármazottja volt, Megpróbált, megpróbáltunk olyan Magyarországon használható szoftvereket találni, amelyek megfelelőek a közigazgatás számára. Amikor a kiválasztásról van szó, akkor megpróbáltunk olyan metrikákat találni, amelyek lehetővé teszik a szoftverek minőségének a mérését. Ugye arról beszéltem, hogy a felhasználók általában a barátaiktól hallják, hogy milyen szoftvert érdemes használni, vagy megpróbálják megjósolni kristálygömbből. Ehhez képest mi megpróbáltunk egy olyan keretrendszert alkotni, amely lehetővé teszi azt, hogy mérjük, hogy egy szoftver mennyire jó, megnézzük azt, hogy milyen jó a forráskódja, mennyire jól dokumentált, mennyire tisztességes a fejlesztői csapata, milyen gyorsan javítanak egy hibát, és így tovább ez a projekt ez elindult két évvel ezelőtt. Ez nekünk annyira tetszett, hogy lényegében most a keretrendszerben felhasználjuk. Most jelenleg még nincsen olyan állapotban, hogy ezt megfelelően publikálhassuk, de kiterjesztettük a maszatot egy általánosabb ilyen szoftvervizsgáló keretrendszerre, és ezen is folyamatosan dolgozunk. A célja az egésznek az, hogy egy-egy témakörben megpróbáljuk meghatározni azokat a területeket, amelyek nem. Először is a vállalati informatikában területeket határozunk meg, és minden egyes területre megpróbáljuk azokat a szoftvereket felderíteni, amelyek az adott területre a lehető legjobban alkalmazhatók. Tehát lényegében ez a minőség mérési keretrendszer, ez arra szolgál, hogy megmondja, hogy melyik a legjobb webszerver, vagy melyek azok a webszerverek, amik a legjobban használhatók. Menjünk tovább. Miért jó ez? Hát, az a helyzet, hogy a felhasználókról már beszéltem, a felhasználók kapnak egy mankót, meg tudjuk mutatni nekik, amikor majd kész leszünk, mert ez az egész dolog ez még folyamatban van, de amikor kész leszünk, akkor egy felhasználó azt mondja, hogy én szeretnék irodai szoftvert használni, mi megmondjuk neki, hogy szerintünk melyik a legjobb irodai szoftver. Hogyha mondjuk egy IT szakemberről beszélünk, egy rendszergazdáról, akkor neki, hogyha eddig még nem volt szabad szoftveres tapasztalata, segít a keretrendszerünk abban, hogy kiválassza azt az egy-két legjobb levelezőszervert, file megosztó szervert, irodai csoportmunkaszervert, amelyeket érdemes megvizsgálni a későbbiekben, és utána ő már a saját szaktudása, vagy a, a saját preferenciája szerint dönthet belőle, tehát hogy melyiket használja. Egyébként az az alapvető célunk, hogy ha lehet, akkor megpróbálunk egyetlen egy darab eszközt kiválasztani. Ez nyilván a vérprofi rendszergazdák részéről némi ellenállással fog találkozni. Aki tíz éve használ mondjuk Eximet, az nem biztos, hogy szívesen használna mostantól postfixet. Nyilván nem fogunk tudni mindent egységesíteni, de van egy olyan törekvésünk, hogy megmondjuk, hogy szerintünk mi a legjobb, meg fogjuk mondani azt is tételesen, hogy mi az oka, hogy ezt mondjuk, és ezért a Fejlesztők a továbbiakban megtehetik azt, hogy olyan módosításokat tesznek a saját fejlesztési folyamatukban, olyan dokumentációkat készítenek el, aminek a, a nyomán ők lesznek a legjobb szoftver, és nem pedig az a másik. Ezzel már elmondtam egy újabb dolgot, hogy miért jó ez a fejlesztőknek. A fejlesztők meg tudják nézni azt, hogy mik azok az irányok, amikben fejlődniük kell, hogyha azt szeretnék, hogy még jobb legyen a szoftverük, és hogy még több felhasználójuk legyen. És miért jó még, hát az a helyzet, hogy jelen pillanatban az informatikai szakoktatás az olyan állapotban van, hogy az alapokat azokat viszonylag könnyű megtanítani, hiszen a Shell programozás, meg az alapvető Unixos, Linuxos parancsok, azok nagyjából egyformák mindenhol. Onnantól kezdve viszont az, hogy konkrétan melyik levelezőrendszert tanítsuk meg, az, hogy melyik. Melyik fájlszervet tanítsuk meg. Ez most már, vagy most jelenleg az oktatóra van bízva. Ez óriási probléma, nem tudom, hogy hányan találkoztatok már ezzel, lehet, hogy nem túl sokan, hogyha egy, egy cég szeretne informatikai szakembert fölvenni, lényegében ma bekötött szemmel próbálkozik. Az informatikai szakemberek azok azt mondják magukról, hogy ők értenek a Linuxhoz. És lényegében nincs más megoldás, mint le kell őket vizsgáztatni azokra az eszközökre, amelyeket szeretnénk használni, szeretnénk, hogyha ők kezelnének, mert egyszerűen nem tudhatjuk, hogy megfelelően érte hozzá. Sőt, nagy valószínűséggel egy, egy 3-4 jó eszközből álló választásból nem azt választotta ki, ami nekünk éppen kell. Tehát egy informatikai rendszergazdánál a legtöbb esetben kell számolni egy fél év, egy éves betanítási idővel, és ez az informatikai vezetők számára egy, egy halál. Tehát ez nekik nem jó amíg mondjuk a Microsoftnál az van, hogy van az Exchange, van az Active Directory, minden egyes témakörben van egy ilyen kvázi szabvány, addig a szabad szoftvereknél leültetek egymás mellé négy darab vérprofi rendszergazdát, kérdezek tőlük hármat, és négyfélét fognak mondani. Ez a helyzet. Az a helyzet, hogy mi szeretnénk azt, hogyha egy picit egységesebb lenne ez a kép, lesznek a profik részéről, akik azt mondják, hogy szerintük ez a levelező szerver jobb, mint az, meg szerintünk ez az adatbázis szerver bizonyos szempontból jobb, kétségtelen. Mi azt szeretnénk, hogyha lenne egy olyan mankó, ami alapján egy szabad szoftveres tudással nem rendelkező informatikai vezető vagy rendszergazda el tudná dönteni, hogy milyen eszközöket érdemes használni, és ugyanez igaz az oktatókra is, mit érdemes oktatni. Lényegében ezen dolgozunk, és remélem, hogy egyszer eljutunk odáig, hogy egy, lesz egy egységes rendszer, amiben egy újabb szoftver akkor lesz majd nyerő, hogyha a fejlesztői beletesznek még energiát, jobban dokumentálnak, jobban követik a hiba jelentéseket, és akkor azt fogjuk mondani, hogy mostantól kezdve ezt fogjuk ajánlani, és nem pedig azt. És akkor átadom a szót Zahemszki Gábor kollégámnak, aki egy kis átszerelés után folytatja. Tehát Zahemszki Gábor vagyok, én vagyok a felvezetésben emlegetett ezer éve oktat. Nem tudom, van, aki még nem ismeri, hogy aki tudja, csinálja, és hogyan szokták ezt befejezni. Szerintem mindenki tudja, hogy aki nem tanítani, se tudja, az a torna tanár. Na, szóval ez a vége egyébként. Tehát a lényeg az, hogy én vagyok itt ebben a készletben az az ember, aki nyilvánvalóan szűken vett kis saját kis szemétdombunkon a tanítással foglalkozott. Mármint nagy részt a tanítással foglalkozott. Elmondható, hogy amióta kipottyantam az oktatásból, azóta Unix és Unix jellegű rendszerekkel dolgoztam, volt benne némi fejlesztés. Büszke nem vagyok rá, bár csináltam olyasmit, amit én sem tudok megmagyarázni. Volt benne rendszergazdálkodás is, hát azt mások emlegetik azóta. És hát az utóbbi évtizedekben nagyjából azt lehet mondani, hogy 18-20 éve tanítok unix illetve unix köthető rendszereket. Na most ebben az időszakban, amikor én tanítottam, illetve tanítok, abban gyakorlatilag mindig ugyanazt a készletet kapom meg. Megérkezik 5-10-20 ember, akik között vannak olyanok, akik értenek hozzá, ővelük van a legtöbb probléma, persze nem értenek hozzá. Vannak olyan emberek, akik nem értenek hozzá, de nem árulják el. Ez majdnem ugyanolyan rossz. És persze van az a meglehetősen számú részleg, aki hajlandó bevallani, hogy én ugyanezt még nem láttam, magamtól ide se jöttem volna, de hát elküldtek. Tehát elég nagy áttekintésem van arra, hogy mire lehet számítani, pedig én szigorúan csak olyan környezetben dolgoztam, ahova az embert megfizették, hogy elmenjen, Tény, és teljesen más, mint amikor valaki saját magától fölszívja, mondjuk valószínűleg attól én éhen halnék. De úgy, úgy elképzelem, hogy milyen lenne az az ideális oktatás, amiben a odakerülő ember érdekelt abban, hogy ő azt megtanulja. Nem azért, mert megfizetik érte, nem azért, mert kötelező hanem azért, mert azt az eszközt ő fogja használni, és ő azt az eszközt fogja használni. És ez a probléma, ami miatt ugye itt ez a kimes, szabad szoftveres központ oktatási részlegének a mindenből kiválasztjuk az egyik legjobbat, a másfélből, vagy kettőből, vagy ötből, című vonalában sikerült a, abban a megállapodásban végül is kikristályosodni a sok-sok vitának, hogy ha tanítunk valakit arra, hogy ő adminisztráljon, teszem azt egy Linuxos rendszert, akkor ott kezdődik a probléma: Melyiket? Ha megtanítjuk egy webszerver adminisztrátornak, hogy ő azt majd adminisztrálja, akkor, akkor melyiket tanítsuk meg. Ha megtanítunk egy, egy framework használni, egy szoftverfejlesztőnek, akkor biztos, hogy azt tanítjuk el, amit ő használni fog. Hogy lehet ezt a helyzetet, ezt a totális káoszt megoldani? Ugye a nagy cégek megoldották, választottak maguknak saját szoftverkörnyezetet, körömmel ragaszkodnak hozzá, oda jön az ember a tanfolyamra, eszi, nem eszi, ezt kapja, nagy élmény úgy tanítani, mondjuk... Network Information services Yellow Pages, NIST néven esetleg még nyugdíj közeli életkorúak ismerheték, hogy tudod, hogy ezt tényleg 30 évvel ezelőtt kitalálták, és azt is tudod, hogy már 20 éve leszoktunk róla. De ez van a tananyagban. Tehát beül, én nekem ezt kell elmondani, ő végighallgatja, jó pofát vágunk egymáshoz, kész. Ez így nem megy. Pontosabban megy, nagyon jó mehet belőle élni. De nem ez az ideális. Az ideális az az, hogy próbáljunk olyat tanítani, aminek értelme van. Úgy van értelme, hogy az a gyakorlatban ténylegesen használható. Na de könyörgöm, itt vagyunk mi hárman. Mivel én írtam a kis bevezető szösszenetet, tehát viszonylag jól emlékszem rá, hogy a hármunk közül az egyikünk debiánozik, a másik ubuntuzik. Én ugye, ha valaki nem jött volna rá, bréjesdézek. Tehát akkor melyiket tanít? Csak én nyilván azt mondom, hogy BSD-t fogok tanítani, ők meg ha ott vannak, akkor vitatkozhatnak, ha nincsenek ott, akkor ugye elfogadják. A másik lehetőség, hogy valami éppelmélyű algoritmussal választunk. Az éppelmélyű algoritmus persze a szívlapátnál kezdődik, úgyhogy jelen pillanatban van egy ki kiválasztott, de ki nem mondott cél, hogy ezt fogjuk tanítani. Na de miért is ezt fogjuk tanítani? Mert kurrens, keresik, mert jó, mert elterjedt, mert nekem ez tetszik? Nem. Ugye a maszatot már ezek után, hála jó Istennek, nem nekem kell bemutatni. Hagy tegyem hozzá, hogy ez egy eléggé komoly határvillongás szokott okozni, amikor ez a szó fölmerül, mert nem egyezik teljesen a véleményünk a maszat elmélete és a gyakorlata, és a gyakorlati megvalósíthatósága között. Mindazonáltal elfogadtuk egymás érveit valamilyen szinten, eljutottunk odáig, hogy azt mondtuk, hogy rendben, csak úgy lehet a szabad szoftvereket kicsit jobban ismerté tenni, hogyha nem szétforgácsolódva, a jól ismert történet szerint beültetnek öt rendszergazdát, három Linuxost és két bsd és mi lesz a végeredmény? A három Linuxos összeveszik a Red Hat legyen, Suze legyen, Debian legyen, vonalon a két BSD-s meg megmondja a tök mindegy, BSD jó lesz bármelyik, mivel őnekik van többségük, BSD lesz a végeredmény. Ez nyilván nem egy kezelhető állapot, tehát csináljunk valami jobbat. Választunk, választunk valami jobbat, majd pedig elkezdjük tanítani. Na most az nagyon szép dolog, hogy én leülök, oda kerül öt ember, tíz ember, és elmondom azt, amit tudok, ők kérdeznek, és kiderül, hogy mit nem tudok, de ennél sokkal hatékonyabb lenne, hogyha nem ez az 5-10-20 ember tudná azt, hogy mi szerintünk mi a jó. Tehát valamilyen oktatási irányvonalat kell választani. Na most, válasszunk oktatási irányvonalat. Az oktatási irányvonal roppant egyszerű, három mondatban, igazából kettőben összefoglalható. Hogy azt mondja? Idővel rendelkező rendszergazdák, van ilyen? Jó, oké, ezen léphetünk. Tehát, akinek nincs ideje, ugye ez minden informatikusra igaz, őnek kell menedzselni általában egy totálisan heterogén környezetet. Egyik ismerősöm mondta, hogy összeszámoltak 37 féle szoftverrendszert, kéne nekik négyüknek ismerniük, mert hogy persze azon kívül, hogy ő az IT részleg azon kívül ő persze a felhasználói szapport is. Tehát ideje nincs, energiája nincs, csak éppen ezt a sok millió vackot ismernie kéne. Bocsánat, most derült, hogy még nem mutatkoztam be, és már vége van. Szóval, aki dolgozik, azok közül hány ember olvasott el utoljára mondjuk egy szendmél méretű könyvet? Az 5-600 oldalnál kezdődik. Ha, kettő, de biztos vagytok legalább tizen. Szerintem erősen túlbecsültem, de mindegy. Szóval átlag embernek plán átlag informatikusnak ideje nincsen rá, és jól gondolom, hogy a szentmélen kívül kellett volna még 30 ilyet olvasni. Jól gondolom, hányan olvastatok el a felét. Jó, tehát időtök nincs. Mi a végeredmény, hogy csak abban az esetben tudunk hatékonyan oktatni, hogyha nem 600 oldalas doksikat írunk egyetlen témakör részéről hanem kaptok mondjuk 5 oldalas doksit, 30 témakörről, 10 oldalasat 50-ről, ez már is túlzás egyébként. Na most, hogyha ez a 50 témakör 10 oldalban a lényeget lefedi, akkor épp szakember ezzel tovább tud menni. Természetesen van itt a teremben olyan, akiről tudom, hogy az a véleménye, hogy a keresőgépek korában, manuált tanítani hülyeség. Keresőgépek korában azt magyarázni, hogy keressél valamit, totál fölösleges, a gyakorlat azt mutatja, mármint az én oktatási gyakorlatom azt mutatja, hogy sajnos nem. Miután elmondom fél órában valaminek a lényegét, negyed óra múlva visszakérdez a második mondatra, mert már ennyit sem jegyzett meg belőle, és az, hogy esetleg keresgéljen arra, meg egyszerűen úgy érzi, hogy nincs ideje. Tehát a célkitűzés az a kezdő, akinek csak csinálnia kéne, az tudja megcsinálni a dolgát alapvető sablonok alapján. Aki Debian telepít, az tudja, hogy ha nem rakok fel FTP-szervert, akkor nem lesz FTP-szerver. Aki Ubuntu telepít, az tudja, hogy de ha föltelepítem, akkor lesz, rohadjon meg bármennyire, és nem szerettem volna, mert én egyébként doksit akarok olvasni. Tehát a végeredmény az, hogy megkapja azt a kevés tudást, ami arra elegendő, hogy elindul, és arra elegendő, hogy ha van benne érdeklődés, akkor tudjon valamilyen irányba tovább lépni. Következő lépés. Vannak azért nem csak kezdő informatikusok, vannak ugye a nevezzük középhaladónak. Kategóriába sorolhatók akikről általánosságban elmondható, hogy vannak részterületek, amiknél profi, vannak részterületek, amikhez halvány nincs, átlagosan kijön a középhaladó, és ha szerencséje van, akkor bármely feladatnál el tud indulni. De nagy eséllyel manuált olvas, keresőgépet használ. Ő ugye ilyen szempontból jobb, neki már van némi tapasztalata arra nézve, hogy mit kéne megnéznie, mi ezt a második réteget is megpróbáljuk valamilyen értemben becélozni és megmondani neki, hogy jó, ezeket érdemes nézegetned, ezek azok, amik hatékonyak lesznek. Na most itt a harmadik pontot, ezen volt a vita, de hát így győzött a hatalmi szó, én írtam, benne maradt, aki ért hozzá, azt nem ohajtjuk meggyőzni. Tehát a... A kollega az előbb említette az Exim Postfix párost, természetesen én hozzáteszem, hogy sendmail. És ezzel ugye mindenkit levettem a lábáról, aki sendmailt használ, az már nem lehet totál hülye. Illetve aki sendmailt használ, az csak totál hülye lehet. Szóval őket nem szólítjuk meg. Mit, szó, mit csinálunk tehát? Kiválasztunk egy témakört arra, hogy hogy lehet fölépíteni egy rendszert. Egy rendszert, ami áll milyen eszközökből. És itt problémáink vannak. Ugyanis volt egy olyan kitétel, hogy a tipikus informatikai szoftvereszközök, igen, bemutatnám, Varga Csaba Sándor nem tartja meg a harmadik részt, a tipikus informatikai eszközök közé ki mit sorol, levelező szerverben benne van, webszerver benne van, Hálózaton keresztüli fájlelérés benne van? Hálózaton keresztüli autentikáció benne van? Fax-szerver benne van? nyomtató benne van? Soroljam még, öt oldalon keresztül van összeszedve a tipikus. Azaz nyilvánvalóan mindenki tud olyat mondani, amivel szerinte nem férbe, másik szerint meg igen. Tehát összeválogatunk valamit, amihez, ha kellően egyszerű témakörről van szó, tudom én, akkor mögé lehet rakni egy kicsi háttérinformációt, hogy meglegyen az öt oldal. Ha komplexebb rendszerről van szó, dobjuk ki az AD-t, majd én megcsinálom okosba, akkor a háttérinformációt elég nehéz mögé tenni, mert akkor már 40 oldalnál jártam, és még nem írtam el egy szót arról, hogy hogyan. Ezért aztán, ugye, mint látható, Megpróbáljuk a tipikus eszközöket bemutatni, megpróbálunk iránymutatást adni, és mivel a véleményem az, hogy a informatika ugyanebbe az irányba ment el, de nem tökéletes az, hogy Google és Google és mindenki válaszol a sajátját, hanem időnként kéne olyanokat, hogy kész, up-to-date dokumentáció arról, hogy mit hogy kell megcsinálni. És akkor itt a mit hogy kell megcsinálni, részletekbe menően. Így indult. Kisvállalati környezetben ez kell. Hát óraszinkronizás, alapvető hálózati infrastruktúra, DACP, DNS, némi levelezés, némi web. Eltelt 10 perc. Második verzió, fájlszerver is kell, nyomtatás is kell, esetleg adatbázis kezelé is kell, mert ugye szeretnénk bent a cégen belül valami webes kommunikációt. Fórumokat, egyebeket. Ja, ja hogy kibe járnak a gépen, Tűzfal is kell. Eltelik újabb negyed óra, tovább megyünk. És látható, gyakorlatilag bármi beletartozik. Úgyhogy a végeredmény az, hogy jelen pillanatban ott tartunk legutolsó sor, legutolsó pontja. Ezek mind a célkeresztben vannak. Az első két oldalak kicsit jobban állunk azokból vannak elkészült, vagy 80-90 százalé százaléknyi állapotban levő doksiaink arról, hogy ha te nem ismered az adott rendszert, akkor ezt választ ki, és így használd. Ebbe a kollega a hátra levő másfél percében el fogja mondani, hogy, hogy megírtuk azt, hogy hogy kell öt embernek megcsinálni, és hogy kell megcsinálni esetleg ötven ezer embernek. Ugyanis a cél az az, hogy egy öt emberes, esetleg ötezer emberes, esetleg egy ötvenezeres cég vagy cégcsoport is tudja használni ugyanazokat, amiket mi csináltunk, és a végeredmény szempontjából legfontosabb, oly módon, hogy ez minősített legyen. Azaz a célkitűzések között az is van, hogy rendes oktatási tematika, rendes vizsgarendszerrel, az, hogy ezt ki hogy ismeri el, az a magánügye, de a cél az, hogyha neked van egy ilyen papírod, ma ilyen papírt föl lehet mutatni: RHC folytatás valami, meg VC folytatás valami, meg MS folytatás valami. Hát mi valami ilyesmit szeretnénk. Nyilván egyelőre a saját szemétdombunkon, hosszú távon természetesen ennél kicsit nagyobb volumenben. Azaz, ha az ELTE úgy dönt, hogy szabad szoftveres oktatást is óhajt, akkor legyen miben elindulni. Ha a Debreceni Egyetem úgy dönt, akkor ne válasszon egy másikat. Ha a szegediek úgy döntenek, ne válasszanak egy harmadikat. Válasszák ugyanazt, egyszerűen azért, mert a minősítési rendszer szerint az valószínűleg jó, és meg, mert megvan hozzá az információ. Előre elkészítve, magyarul, röviden, tömören, velősen, úgy, hogy aki három percet szán egy doksi elolvasására, az is tudjon vele itt kezdeni. Na, no. hát akkor van-e létjogosultsága? Őszintén szóval nem tudom, remélem a kollega ad rá választ. Köszönöm a maradék két percet. Én Varga Csaba Sándor vagyok, egy rövid bemutatkozással kezdeném. Aki nem ismer, akkor a 90-es években a hobbim az volt, hogy a különböző magyar országi szabadszoftveres egyesületeknek és alapítványoknak az elnöke voltam egy darabig. Aztán ez a hobbi elmúlt, de azért itt maradtam. A KKV szektorban foglalkoztam 90-es évek közepétől kezdve üzemeltetéssel. A szép emlékű feltört internetszolgáltatónál kezdtem, a második feltört internetszolgáltatónál, és második publikus? második publikus, így van. És hát gyakorlatilag így keveredtem ide a KKV tapasztalataim révén. És nézzük akkor, hogy van-e értelme az egésznek. Én két fejezetet, ami három, de azért kettő. Kettőt emeltem ki, igazából a keretrendszernek nevezett halmazból. Az egyik a levelezés fejezet. Ö, gyakorlatilag ugye, mint azt ö, már előttem említették mind a ketten, ö, a levelezésre szükség van. Innen indul az alfa és az omega, és ö, én gyakorlatilag ezzel foglalkoztam ö, főállásban. Ö, azt szokták mondani, hogy aki ismerte még a Villám Gézának a különböző gegeit, akkor olyan vagyok, mint Csumba Gambra, tehát tudom 20 user csinálni, meg tudom 3,5 millióra is. Ö, Úgyhogy, és ez volt az egésznek az alapja, hogy, hogy építsünk egy olyan levelező szervert, ahol 10 felhasználó is ugyanolyan kényelmesen tud működni, és 50 ezer felhasználó is. Most én nincs azt azért, azt elárom, de a dokumentációban igyekeztünk úgy felépíteni az egészet, hogy egy olyan KKV-szektorban dolgozó rendszergazda, és a közigazgatásban dolgozó rendszergazda, hiszen a feladatkörük az nagyon-nagyon hasonló, akinek mondjuk esetleg csak MS tapasztalatai vannak, de muszáj átállni az Exchange-ről, vagy, vagy ő gondolja úgy, hogy jó lenne átállni, az 10 felhasználóval is elboldoguljon, és adott esetben akár nyilván nem nem teljesen, ez alapján, a dokumentum alapján fog menni neki az 50 ezeres felhasználónak, de azért bízunk benne, hogy esetleg ez is, ez is menni fog. Ezért aztán az egész felépítése az úgy néz ki, hogy a gyakorlatilag az ldap tól és az SQL motoroktól kezdve minden benne van ugyanúgy, mint a rendes Unix userként felvett felhasználó és adminisztrációs felület. Beleraktuk a különböző reguláris szüléseket, spam és vírus megoldásokat, hazai megoldások is vannak benne, ezen a az előző konferencián is volt már hazai megoldásról szó, megvizsgáltuk ezeket a lehetőségeket, és igyekeztünk úgy felépíteni a levelezés dokumentációt, hogy ez megfeleljen az igényeknek. És gyakorlatilag a, ugye a fő szempont a skálázhatóság lett, eddig Túlságosan nem mondtam érdekes dolgot, de most fogok mindjárt. Az egyik ilyen rengeteg pilot helyszínen teszteltünk, illetőleg pontosabban felmértünk, és nekünk volt egy határozott elképzelésünk arról, hogy a KKV szektornak mi a, mi, mi, szükséges, és azt szerint írtuk meg a tartalomjegyzéket, azt szerint írtuk meg ezeket a fejezeteket, és aztán a pilot helyszínek kapcsán jöttünk rá, hogy tulajdonképpen mire is van szükségük. És túl ezeken a témakörökön rájöttünk, hogy ugyanúgy a közigazgatásban is, mint a nagyvállalati szektorban a, prémium funkciókra van leginkább szükség, mert egy levelezést nagyjából majdnem mindenki össze tud ütni. Elhangzott itt a szentmél, hát én is szentmélvel kezdtem a pályafutásomat, de aztán belefulladtam az M4 makróba, és, és 2000-es év környékén váltottam postfixre. Hogy miért is postfixre váltottam, gyakorlatilag aki akár ezen a konferencián, akár máshol már Kadlacsik Józsit hallotta, a beszélni, annak ez nem is nagyon kérdés. Gyakorlatilag ezek azok a funkciók, például egy BCC archiválás és visszakeresés, amelyek gyakorlatilag egyetlen sor mondjuk egy postfix konfigurációban, lehet, hogy nem is mind hallottatok róla, viszont mögé lehet építeni akár egy egész archiváló rendszert és egy egész visszakereső rendszert. Tök egyszerűen, tök olcsón és, és teljesen perfekt módon. De gyakorlatilag az összes létező funkció, amire szüksége lehet egy bizonyos szintű nagyvállalatoknak, most nem, nem akarok számokba belebonyolódni, azok mind rendelkezésre állnak. Ott van a PF-Loxum, ami egy remek eszköz, akár kisvállalati és nagyvállalati környezetben arra, hogy a kiküldött és a nem kiküldött leveleket a nap végén tudjuk elemezni, mondjuk a HRS számára is emészthetően. Nem biztos. A munin integráció, ami a rendszergazdáknak segít nagyban a postfix üzemeltetésében. Ott van a disclaimer, ami ma már elhanyagolhatatlan funkció, hiszen mindenki legalább három és négy jogi információt ír minden és levél mögé, hogy nem kinyomtatni, nem elküldeni, és meg se kaptad, és töröld le. Vagy ott van a, a DKIM, ami egy remek küzdelem a, a spam harcban. Ezek mind, mind olyan témakörök, amiket belevettünk ebbe a fejezetben, és, és igyekszünk, ezeket gyakorlatilag folyamatosan bővítjük, hiszen ahogy mi is tapasztalatokat szerzünk a KKV szektorban és a közigazgatási szektorban, úgy jövünk rá, hogy mire van még szükségük. A másik fejezet, ami igazából be se kellett volna, hogy kerüljön, csak én elkezdtem írni, mert nekem tetszett, meg hát ezzel foglalkoztam az elmúlt 15-16 évben, az a távoli menedzsment fejezetnek hívtam, és olyan ö, eszközöket mutat be, amelyek az adminisztrációt segítik a rendszergazdák számára. Nézzük, milyen ilyen. Hát az SSH nem lesz nagy újdonság, szerintem senki számára, viszont mégiscsak nagyon nagy újdonság lesz, ugyanis ö, én a 2000-es évek közepén ö, lektorként. Ö, olvastam végig az egyik nagy magyar kiadónak a SSH-ról szóló könyvét, bele is került a nevem, és akkor, a, akkor először is, amikor elolvastam, akkor arra jöttem rá, hogy hát ez, ez, király, hogy ez miket tud ez az SSH, és most már én is milyen okos vagyok. És amikor ezt a fejezetet írtam, akkor arra jöttem rá, hogy milyen buta vagyok, és még az 1%-át sem használom az SSH tudásának. És ez teljesen jellemző módon, meg szeretném kérdezni, hogy ki az, aki hallott már a transzparens multihop funkciójáról az SSH-nak? kettő, szuper. Akkor ti már az egy százalék fölött vagytok. Én nem hallottam róla. Megmondom őszintén, hogy olyan problémákba kerültem, hogy mondjuk egy vállalatnak a belső hálózatán két tűzfal mögött van egy virtualizált gép, és annak az Apache hoztjára kell bejutnom, akkor kiépítettem a VPN-t, belses háztam, aztán van tovább, be se sáztam, aztán tovább, mint a kígyó, és ez a transferes multihop gyakorlatilag ez így egy parancsor segítségével így bedob a végére. Nem törődik semmivel, és így be, be beküld minket oda, ahol, ahol, szükség van rá. Ez három sor konfiguráció. És egy, hát nem ezért nem mondanám, hogy egy VPN-t lehúzhatunk fel a klotyon, de, de hogyha ha a rendszergazdák számára van szükség VPR, akkor azt mondom, hogy igen, nagyon sok mindent meg lehet valósítani. Ezt a fejezetet, amikor kész lett, Először csak 15 oldal volt, aztán amikor láttam a lehetőségeket, már 35 oldal volt, és odaadtam az egyik 18 éve Rendszergazdaként működő barátomnak, aki egy nagy szolgáltatónál dolgozik, hogy mondja a véleményét, és két hétig csönd volt. Gondoltam, hogy nem olvassam el, mert nyilván nem érdekli, de aztán végül is egyszer csak felhívott, és azt mondta, hogy azt azta, hát ez kidobtam a VPN-t, és azóta ezt a multihopot használom. Ez, ez egy ilyen dolog. Aztán ott van az SSH Original Command, amivel gyakorlatilag az SSH-t tudjuk butítani. Olyan szintre, hogy mondjuk egy, egy távoli bekapot le tudunk lebutítani, hogy nagyjából csak azt csinálja, amit mi szeretnénk vele. Ez pedig a kettő is feledik fejezet volna. A pilot projektjeink során belefutottunk abba, hogy elmentünk egy közigazgatási helyszínre, ahol 400 felhasználó dolgozik nap mint nap és ők nem tudták, hogy szükségük van a GPG-re, mi se tudtuk, hogy szükségük van, de most már mindannyian használják, nem mind a 400 természetesen, de viszont uh, sikerült uh, egy, uh, egy, olyan kompromisszumos megoldást bevezetni náluk, hogy uh, a főnökök aláírásra, tehát jóváhagyásra kiváltották a papírt. Teljesen GPG-vel írják alá, tehát a vezetőség és a rendszergazdák mind a GPG-t használják, ezért ezt a how ezt ki is raktam, hogy amíg elkészül a honlapunk, ott van a címe, a gpg.guska.hu-ról elérhető, illetve ha a QR kód nem megfelelő, akkor gyertek közelebb és fényképezzétek onnan. Tehát ez is egy, jó példája arra, hogy én a 90-es évek vége óta használom a GPG-t, nagy fanja vagyok, és nagyon hasznosnak tartom a mai napig ők nem tudták, hogy tudták, hogy van, de nem annyira érdeklődtek irány, és végül is lett belőle egy 10-15 oldalas hautó, ami, ami gyakorlatilag nektek szól. Tehát arról szól, hogy hogyan tudjátok a GPG-t használni, eh, hogyan tudjátok a mostani, mostani eh, e-mail kliensekbe, esetleg browserbe beintegrálni, hogyha mondjuk már nem használtok e-mail kliens, nem mondjuk teszem azt weben, eh, méleztek. Um, lassan lejár az időm, már a csúszás után is, úgyhogy tovább megyek. Az ugyanilyen hasznos funkció például a t nevezetű alkalmazás, ami arra egy nagyon jó megoldás, megint csak hogyan kerüljük meg a VPN-t, azért a végén csak eljutok a VPN-ig, azért ne aggódjon senki. Tehát a t egy remek alkalmazás arra, hogy ha kihúzunk egy SSH proxy mert ugye miért tennénk, tehát paranoidok -ok vagyunk, tehát egy sima nyaralás során, ha netbankozni akarunk, akkor azért csak kihúzunk egy SSH proxy a gépünk és a szerverünk között, de hát azért ugye abban nem minden megy el. Ez a t proxy egy remek megoldás arra, hogy például a Firefoxnak a teljes TCP és UDP forgalmát beretereljük az SSH tunelban, és ezáltal nem lokálisan megy ki az adatkapcsolat. hiszen hát lokálisan megy ki nyilvánvalóan csak a szerver fele, és onnan tovább, tehát titkosítottan fog kimenni. Az APT Dater, ami ugye RPM és DEB alapú disztribúciók üzemeltetésére van, méghozzá csoportos üzemeltetésére, tehát ha van 30 géped, és nem szeretnéd felrakni kézzel a frissítéseket, akkor erre egy, egy remek megoldást kínál. Természetesen megvannak a korlátai, de azért egy elég jó alternatíva. És hát természetesen hiába ideig megpróbáltam kerülni az OpenVPN-t, illetve a VPN-t Mindenestül. Tehát nem lehet kikerülni, mert a VPN azért csak egy, egy standard. És hát azért, hogy ha, ha nem csak rendszergazdák számára van szükség arra, hogy elérjenek dolgokat, akkor azért, azért egészségesebb kiépíteni egy VPN-t. Ez is benne van a dokumentációban a Spice, mint a jövő rögös útja <coughs> néven szerepel. Mi KVM alatt teszteltük a, a Spice-ot, mert megelégettünk azzal, amit a VLC, nem elégettünk meg azzal, amit a VLC nyújtott. Kicsit lassúcska volt, kicsit titkosítatlan. Hát tudom, a miénk, de akkor se volt igazán jó. És hát megpróbáltuk behekelni a, a Spice-ot a KVM alá, és végül is ment, és, és ez is egy része a, a, a fejezetnek, tehát ilyenekből áll össze a mi kis keretrendszerünk.